Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Telenor Magyarország nevében. Egy izgalmas témát hoztunk ma nektek, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy hogyan építjük az új vállalati értékeinket, hogyan integráljuk ezt a kollégák mindennapjába, és az utóbbi időszak kihívásainak köszönhetően mindezt digitális csatornákon. Az utóbbi időben sok céggel beszélgettünk, több konferencián is részt vettünk, és az a visszajelzés érkezik, hogy ugye nagyon sok mindent meg lehet oldani online módon, de hogy sok cég beleütközik abba, hogy a vállalati kultúra építése és az értékek integrálása az egy nehéz feladatnak tűnik, és nem mindenhol sikerül megugrani. Minket viszont rákényszerített az élet, hogy ezt megtegyük, ugyanis idén évelején indult útjára az új vállalati értékeink értéke sztoria, és ezért mindenképpen át kellett állnunk digitális csatornákra, hogy ez részévé váljon a kollégák gondolkodásmódjának. Úgyhogy ezzel kapcsolatban hoztunk nektek tippeket, trükköket, hogy mi hogy csináljuk mindezt. A mit és a miértről hamarosan bővebben fogunk nektek mesélni, de előtte hagyosszuk meg veletek, hogy mi hogyan dolgozunk és hogyan gondolkodunk a Telenornál, mert ez jelentősen befolyásolja az employer brandinggel kapcsolatos szemléletünket is. A People Department és a kommunikációs terület kéz a kézben dolgozik, rendszeresek a napi munkafolyamatok, hetente státuszolunk, folyamatosan ötletelünk, közösen valósítunk meg projekteket, és van egy harmonikus együttműködés, folyamatosan pro-kontra segítjük egymást erőforrás megosztásban is, és minden olyan lehetséges területen, amivel tudjuk egymást erősíteni. És megmutatjuk nektek, hogy milyen út vezetett odáig, ahol most tartunk a vállalati értékeink kapcsán, milyen mérföldkövek vannak mögöttünk. A Telenor 2018-ban egy új tulajdonoshoz került, és a korábbi skandináv kultúrára ráépült egy közép-kelet-európai cseh tulajdonos által behozott új irányvonal, és mindez azért egy elég nagy sok volt a szervezetnek. Ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes ránézni a szervezeti értékeinkre, megnézni, mi az, amire a továbbiakban is szeretnénk építeni, és mi az, amit újként szeretnénk bevezetni, hogy elvezessen minket az új stratégiánk felé. Úgyhogy a tavalyi évet arra szántuk, hogy a kollégák bevonásával egy nagyon hosszú párbeszédben megnéztük, hogy mik azok az értékek, amikre a kollégáink büszkék, amit szeretnének továbbvinni az új időszakra is, és mi az, amit tényleg úgy éreznek, hogy már nem vezet minket tovább a felé, amerre haladunk. És mindezt a vezetőkkel együtt sikerült 5 új értékben megfogalmazni, amit majd meg fogunk nektek is mutatni. Idén évelején publikáltuk ezeket az értékeket, és az volt a tervünk, hogy egy egész éves kampány keretében fogjuk elmélyíteni ezt a szervezetben. Azonban jött a COVID, és ezért teljesen más prioritásokra terelődött a fókuszunk. Viszont így elkezdtük organikusan élni az értékeinket, és a különböző covidos aktivitásokba beépíteni ezeket. Erről Niki fog hamarosan beszélni. Utána pedig megnézzük azt, hogy hol tartunk most, mert most az utolsó negyed évben végre ráfordultunk egy ilyen struktúráltabb kampány megvalósításra, és meg fogjuk azt is mutatni, hogy milyen eszközökkel tesszük mindezt. Ahogy Dia is említette, a járványügyi helyzet miatt teljesen újra kellett szabnunk, hogy hogyan fogjuk az értékeinket beintegrálni, és ugye mi is rengeteget tanultunk abból, hogy az új helyzet ez mit hozott nekünk, ezért együtt tanultuk és együtt alakítottuk a kollégákkal, hogy hogyan tudjuk ebben a helyzetben egymást támogatni. Nagyon sok fronton újra gondoltuk a működésünket, és amit láttunk, hogy a kollégák nagyon igénylik a folyamatos információáramlást, azt, hogy kapjanak egy biztos és biztonságos védőhálót a cég berkein belül, ezért rendkívül intenzív és interaktív kommunikációt folytattunk, ami egyébként is jellemző a belső kommunikációra, meg a cégünkre is, de itt kiváltképpen felerősödött. Egyik nagy lába a működésünknek az volt, hogy sűrűbbekké váltak a különböző kommunikációs fórumok, így a People Talk, ami mindig a HR vezetőnkkel egy interaktív beszélgetés kérdéseket lehet feltenni. Ugye a COVID-ot érintő orvosi kérdésekben felkértünk egy infektológust, akivel rendszeresen voltak sessionök, ugyanilyen kérdés-válasz lehetőségek, illetve ugye egy COVID csapat, egy koronacsapat működött azon, hogy hogyan tudjuk a céget biztonsággal működtetni, és ők is folyamatosan állnak a kollégák rendelkezésére egyébként azóta is. Nagyon fontos, hogy azt tapasztaltuk, hogy ebben a válsághelyzetben ugye a kollégák, mint ahogy máshol is meg volt figyelhető, azért összehúztak, összefogtak és próbáltak segíteni. Ezt mi is nagyon éreztük. A
tudó kollégáink, azok egymásnak maszkot vartak, főleg a shopban dolgozó kollégáknak. Megoldottuk, hogy azok, akik otthonról kellett, hogy dolgozzanak, és több szerepben kellett helytállniuk, akkor tudjanak ételkiszállításban segítséget kapni. Mi pedig folyamatosan a háttérből megnéztük, hogy mire van szüksége a kollégáknak. Létrehoztunk egy szolidaritási alapot azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, és úgy érezték, hogy a fizetésükből nem tudnak kijönni, azok fordultak a cégért segítségnek, és ezt egyébként a kollégák felajánlásaiból tettük meg, és ugyanígy lehetett nem anyagi jellegű egyéb felajánlásokat is tenni. A People csapat tartotta vezetőknek webinárokat, és folyamatosan támogattuk a kollégákat, hogyan tudnak ebben a hibrid világban, ebben a digitális létben felfrissülni, megújulni, és energizáltan jelen lenni. Ezeket a mai napig alkalmazzuk, és folyamatosan újítjuk meg, ahogy csak tudjuk. És ahogy Niki említette, ebben a nagyon sok aktivitásban mind-mind megnyilvánultak azok a vállalati értékek, amiket kitűztünk célul, hogy szeretnénk beépíteni a kollégák viselkedésébe. Nagyon sokat utaltunk rá, a vezetők is beépítették a kommunikációjukba, viszont úgy éreztük, hogy ennél kell egy sokkal struktúráltabb és célzottabb kampány, hogy tényleg minden kolléga vissza tudja adni azt, hogy mik vannak az értékeink mögött, és a saját szavaikkal is el tudják mondani, hogy miért ezek a mi vállalati értékeink. Ehhez viszont kellett egy olyan szimbolika, ami nem csak szavakból áll, hanem valami olyan szellemiséget tükröz, amivel sokkal könnyebben tudnak azonosulni a munkatársaink, és ezt egy kollégánk segítségével találtuk meg, aki nagyon kreatívan többfajta szimbólumrendszert is felhozott, amit tudnánk használni, és ebből szintén kollégákkal megszervezett fókuszcsoportokban lehetett szavazni, hogy melyik az, ami a legjobban visszaadja a telenoros életérzést, és amihez a legkönnyebb kapcsolódni. És egy állatos szimbolika mellett döntöttünk, ezt hamarosan megmutatjuk nektek, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt a kollégák tényleg aktív közreműködésével tudtuk megvalósítani, és a vezetés is abszolút magáinak érzi, mert nagyon megszerették ezt a szimbolikát. A vállalati belső influencereink, az úgynevezett mobilizerek azok, akik még a kezdettől fogva benne voltak ebben a kultúra újradefiniálásban. Ők azok, akikkel a CEU is egy reggeli keretében megvitatta az új vállalati értékeket. Vállalati értéknagyköveteink is vannak, akiket egy kérdőív során a kollégák nevezhettek meg, hogy kik azok, akik a leginkább példaértékű módon képviselik az egyes értékeket, és ők is nagy szerepet kapnak a későbbi kampányunkban. Ugyanis mostantól kezdve 2 hónapot szentelünk minden egyes vállalati értéknek, és ez alatt a 2 hónap alatt különböző kihívásokkal és aktivitásokkal fogjuk segíteni azt, hogy a kollégák tényleg értsék az egyes érték szellemiségét, és elkezdjenek ennek megfelelően viselkedni a mindennapokban. És akkor gyertek, kukkacsunk a kulisszák mögé, hiszen azt ígértük, hogy megmutatjuk nektek, hogy milyen szimbolikát, vizuális tartalmat használunk az értékeinknek. Azt gondoltuk, hogy az állatok megfelelően tudják elképezni azt, hogy hogyan kötődünk össze a természetünkkel, ezért a természetünk összeköt név alatt összegyűjtöttük, hogy az értékeinkhez melyek azok az állatok, amik a legjobban passzolnak, és legjobban szimbolizálják azt, amit mi a működésünk során szeretnénk minél jobban integrálni, és igazán a magunk érezzük. De hogy mégis melyik állatok miért kerültek az értékeinkhez? Ugye az egyik legfontosabb értékünk a One Team, a csapat összetartás, csapatkohézió, egy rendkívül erős szociális kötelékben vagyunk mi telenorosak, és ezt a farkast tudja leginkább jól szemléltetni, mert a farkasnak az egyik legerősebb a falka szelleme, nagyon jól tudnak együttműködni, nagyon összetartóak, és vigyáznak egymásra, és mi is ezt szeretnénk tükrözni ezzel az értékkel. Az agár, aki a winning mindsetet képezi a mi működésünkben, mert ő a kitartás megtestesítője, fókuszáltan követi a kitűzött célt, és nem veszti el a szem előtt, nagyon gyors, nagyon mozgásigénye, gyorsan tanul, nagyon okos és rendkívül intelligens állat, és ezt mind szeretnénk mi is kamatoztatni abban, hogy minél inkább growth mindsettel gondolkozzunk, és mi is el tudjuk érni a céljainkat. Az oroszlán talán nem kell túlságosan magyarázni, egyértelmű az erő és a bátorságnak a szimbóluma. Mi ezzel szeretnénk azt jelképezni, hogy nálunk a bátor döntések, az új ötletek, azok abszolút igényeltek, erre bátorítjuk a kollégáinkat, és arra is, hogy merjenek tenni dolgokért, és ne féljenek hibázni,
inkább csinálják és merjenek bevállalósak lenni, mint sem attól féljenek, hogy valamit elrontanak, legyenek igazán brave oroszlánok. A ló a szenvedélyességével abszolút jól testesíti meg azt, hogy mi szeretnénk inspiráltan, önfeledten dolgozni. Fontos számunkra, hogy a kollégák igazán önmaguk lehessenek a munkájuk során, és bele tudják vinni a saját személyiségüket a mindennapi tevékenységükbe. És végül, de nem utolsó sorban, a kolibri jelképezi a ügyfél-barát szemléletmódunkat, hiszen a kolibri nagyon gyors és barátságos, és mi is erre törekszünk az ügyfélkiszolgálásunkban, és ráadásul másodperceként 200 száncsapást tud megtenni, ami így kellően jelzi azt, hogy mi is mennyire szeretnénk felvenni a versenyt, és ebben az ügyfél-barát szemléletmódban élen járni. És a másik fontos számunkra, hogy a kolibri csőre, az a virág szirmaival így koevolúcióban fejlődött a természet és az évezredek során, és ebben a közös evolúcióban szeretnénk mi is egy együttműködésben lenni az ügyfeleinkkel. Így áll össze az öt érték és a természetünk összekötött koncepció, amit éppen most integrálunk be a szervezet egészébe. Ugye az érteket, ha mindenki jól ismeri, a vizuális tartalommal és magával a beépüléssel pedig most mélyítjük a programot. És annak érdekében, hogy lássuk, hogy hol is tartanak a kollégák az értékek megélésével, a BrandFeed-zel, aki az Employer Brand ügynökségünk közösen, egy értékkérdőívet töltettünk ki a kollégákkal, amiben rákérdeztünk arra, hogy mely értékeket tartják a legfontosabbnak, és mennyire látják ennek valós példáit a szervezetben. És nagyon örültünk neki, hogy minden értéket relatív fontosnak egy 1-től 6-os skálán mindegyiket ilyen szinte 5 és 5 fölötti fontosságúnak jeleztek a kollégák, ezt láthatjátok itt sötétkékkel az ábrán, és hogy mennyire élik jelenleg ezeket az értékeket, az egy 4,7 és 3,9-es érték között mozgott, tehát itt is azért látjuk, hogy minden érték már jelen van a szervezetben, de eltér az, hogy mennyire élik meg a mindennapokban a kollégák. A Van Team az, amit a legerősebbnek éreznek, és legfontosabbnak tartják, amin nem is lepődtünk meg, mert gyakorlatilag a 2020-as év azért a Van Team összefogás jegyében telt, és nagyon fontos ugye az ügyfélorientáció is, ami szintén a DNS-ünk része. Azonban látjuk, hogy a Brave és a Winning Mindset értékeket kell majd még nagyon erősen viselkedés szintre is lefordítanunk a szervezetben, úgyhogy a jövő évet egyébként a Brave-vel fogjuk kezdeni, hogy egy bátor új kezdet legyen az idei év után. A kérdőívből kijöttek olyan fontos információk számunkra, amit majd kifelé is szeretnénk megmutatni magunkról, hogy miért is jó itt dolgozni, például, hogy a kollégáink a legnagyobb rajongóink, vagy hogy a kék szívünk nem csak az ügyfelekért, de a munkatársainkért is ugyanúgy dobog, úgyhogy ezeket mindenféleképpen be fogjuk építeni az employer brand kommunikációnkba is a jövőben. És a kérdőívből, ami még nagyon fontos, és már említettem, hogy megtaláltuk azokat a nagyköveteket, akik a leginkább hitelesen tudják képviselni az értékeinket. 160 jelölést kaptunk, és ebből 11 nagykövetet választottunk ki, akik az arcukkal vállalják a történetüket, hogy hogyan élik meg az értékeket a mindennapokban. És talán itt a vizuálokon egy ismerős arcot is felfedezhettek, ugyanis Niki az egyik One Team nagykövetünk. Hát óriási élmény volt, képzeljétek el, 1200 kolléga által jelölve lenni, és másik 10 kollégámmal nagyon büszkén vettük tudomásul, hogy jelölve lettünk, és képviseljük a cég értékeit. A büszkeség mellett nagyon jól esik külső és belső kommunikációban arról mesélni, hogy mi hogyan éljük meg ezeket az értékeket, és hogyan dolgozunk nap, mint nap ezekkel, ezáltal a saját kollégáikat inspirálva, és azért kifelé is megmutatva azt, hogy milyenek vagyunk mi. És amire még büszkébbek vagyunk, hogy a One Team, ugye, ahogy Via is mondta, az első két hónapos integrálása során rögtön egy kihívással kezdtünk múlt héten, és meghirdettük a kollégáknak, mi az ambaszador társammal is népszerűsítve a lehetőséget, hogy egy azonos időben legyünk minél többen az online térben, mutassuk meg, milyen erős falka vagyunk mi, és sikerült megdöntenünk az eddigi online rekordunkat. Összesen 741-en voltunk egyszerre az online térben. Ebben a HR vezetőnk inspirált és támogatott bennünket, és elértük azt, hogy szegedi call-centeres kollégáink, az üzletekben dolgozó kollégáink és a HQ-ból most otthonról dolgozó kollégáik is egyesült erővel, aki csak tudott, becsatlakozott, és elértük ezt a csodálatos számot. Ezért nagyon jó közösségi élményt adott számunkra, és a 10 percre is, de úgy tudtunk kapcsolódni, hogy ez igazán feltöltött és energizált mindenkit,
Úgyhogy ajánljuk nektek is, próbáljátok ki minél több ilyen mozgósító kampányt, mert nagyon sok alternatíva lehet a személyes találkozásnak, és persze nem tudjuk ezt most helyettesíteni, de azért ezek a pici, apró energialöketek nagyon sokat számítanak a kollégáknak, és jó emlékkel emlékszünk vissza ezekre. Nagyon fontos, hogy számunkra a belső építkezés az már jó pár éve elkezdődött, és folyamatosan építkezünk is employer brandingben, és most érezzük az idejét annak, hogy ezt kifelé is teljes erőbedobással megmutassuk. A Facebook oldalunk múlt heten debutált, pont ezen a One Team kihíváson. A Lindra oldalunk már egy jó ideje fut, úgyhogy ti is szeretnétek beletekinteni az aktivitásainkba, akkor kövessétek be a LinkedIn és a Facebook karrier oldalunkat. Nagyon sok szerettel várunk benneteket, és várjuk a kérdéseiteket is, hogyha esetlegesen még szeretnétek még többet hallani arról, hogy mi hogyan integráljuk be a kulturális dolgokat és értékeinket most a COVID során a vállalat életébe. Köszönjük a figyelmeteket! Köszönjük szépen!